A Jetszó Liga második fordulójában kezdte az idényt az MTK, hiszen eddig a BL-ben vitézkedett, és majd folytatja is a főtáblán. Fehérmezben a Hungária körútiak helyszín a szérnapája, és az Újpest előtt adódott az első helyzet a második percben, egy remek keresztlabda. Olasz Laura a védő mellől éleszögből, Szőcséka biztosan fogta. Aztán ezzel el is lőtte a puskaporát az Újpest, egy remek vágó Fanni kiugratás, és itt az első gól, elegánsan elhúzta Bíró Barbara lába mellett a labdát. Az elmúlt 14 év gól királya, a 22. percben Pádár Anita, 105-szörös válogatott egyébként. Lehelet finom boka mozdulat, ez pedig már a Jovisnak is könnyen menne. Egy nagyon nagy hiba, eladja a védő a labdát a 31. percben. Vágó Fanni becsapja bírót is, aztán még belebikáz egy nagyot. Hadd púposodjon a háló. 2-0 az MTK-nak. Bő fél óra elteltével. Egy átlövés. Csiszár próbálkozott, a kapufa hárított. Ez már a második félidő eleje, kilép a lendületből érkező Szabó Zsuzsi, áthámozza magát a védőkön, lövése átgurul a kapus hasa alatt, érkezik, és gólt szerez. Méri Rita neki, ez egyébként már a 12. idénye a Hungária körútiaknál. Rutinos motoros, nem is nagyot rúgott bele, csak úgy bepeckölt. Nem látszik jól a felvételen, de ez bizony gól volt. Mint ahogy az 51-ben, ez is az lesz. Nem árulok zsákba macskát, szépen visszagurított, lekészített labda, tol még egyet Palkovics, és bezúdítja a bal alsóba. 4-0 az MTK-nak. De ezzel még nem volt vége, megadta magát most már az Újpest, a védekezés sem igazán működött, hiszen átjáróház volt a Lilák hátsó alakzata, és itt a büntetés. Palkovics labdájával lépett ki, szerzett újabb volt Pádár. 5-0. Ezzel még az újpesti megpróbáltatások nem értek véget, jöhetett volna a hatodik is, de fölé bikázta ezúttal Nagy Lili. Jön a 65. perc. Hárítja még a kapus a gurítást. Megint csak jobb oldalról érkezik a veszély bíró kapuja elé, meg a labda is. Lukat rúg a védő, Méri nem, ő is duprázott. És lehetett volna 7 is, mert megint egy jobboldali Nagy Lili beadás, aztán Szabó, de egy csöppet eltöri a labdát, ez sem kevés. 6-0 tehát az MTK-nak az Újpest ellen. Nagyon-nagyon nehezen melegedtek bele a lányok. Úgy érzem, picikét a másik félben az ellenfél is elfáradt, így alakult ki ez a nagy gólkülönbség. Ugyanúgy hajtunk, akárhány gólt rugunk, ugyanaz a cél, hogy minél több helyzetet kialakítsunk, és ebből minél több gólt szerezzünk. Uh-huh. Tudtuk, hogy mire számíthatunk, tudtuk, hogy az MTK egy bajnok csapat, egy jobb csapat ellen fogunk ma játszani, és megpróbáltuk megtenni mindent tőlünk telhetőt. Csapatomnak a 60%-a nem tudott rendszeresen részt venni az edzéseken. Így a második félidő játékunkon meg is lehetett látni, hogy kondicionálisan is, technikailag, taktikailag, gyorsaságban mindenben fölülmúlt minket az MTK. Hát ez az eredmény, azt kell, hogy mondjam, hogy a játékképe alapján még nem is olyan rossz.